Hát benne volt a levegőben azért a 90 plusz 30 perc alatt, hogy eljuthatunk idáig. Hát igen, ott volt talában a Maxi Rodrigueznek, illetve Palacio fejében nem jól tájékozódott, óriási zicser volt. Most lehetne ilyet mondani, hogy a 120 perc alapján megérdemelték volna, de most megjön a lutri. Itt azért az utolsó 5-10 percben, vagy 5-8 percben talán egy kicsit felpörögtek az események, már ilyen utolsó erőtartalékok, és próbáljuk döntésre vinni, ha eddig nem ment? Hát így is fogalmazhatunk. Talán ebbe az 5 percben, az utolsó 5 percben több esemény történt itt is, ott is, mint az előtte lévő 115-ben. Próbálták dűlőre vinni a dolgot, de én most is azt mondom, hogy ezzel az eredménnyel a hollandok abszolút elégedettek. Én szerintem ők úgy gondolják, hogy magabiztosak tulajdonképpen itt a büntetőrugásokkal kapcsolatban. Itt az elején említetted azt, hogy jobban látod az elszántságot még a himnusz alatt a holland arcokon. Lehet, hogy nem az elszántság volt rajtuk, hanem az, hogy magabiztosak voltak már abból, hogy ezt az ő védekezésüket nem fogják tudni feltörni. Most azt nem mondom, hogy cél volt a 11-es rúgás, de hát az itt lehetett érezni, hogy nem ők azok, akik kezdeményezőbbek, hanem az argentinok. Hát ugye láttuk a két kapust, látjuk most Krult, aki ezen a meccsen nem kap olyan szerepet, mint amit az előzőn kapott, de láttuk, hogy Szilessennel egyes, kicsit azért próbált egyeztetni. A óriási feladat hárul rájuk is, illetve a 11-es rúgókra is, és ugye a hollandoknál az előző mérkőzésen a nagy öregek vállalták, illetve kapták meg ezt a szerepet. Általában ilyenkor vállalják. Tehát az már régen rossz, amikor úgy kell keresni a játékosok közül, ki az, aki elvállal, és voltam olyan csak, amikor bujkáltak a játékosok, hogy feltették a kezüket, nem azok, akik akarták rúgni, akik nem akarták rúgni. Előfordul az ilyen, nem, valószínűleg itt azért ilyen nem fordulhat elő. Igen, itt is most van egyeztetés. Hát úgy gondolom, a sorrendet beszélik meg. Én úgy gondolom, hogy rákészültek erre. Biztos vagyok benne, hogy mind a két csapat rúgott büntetőket, megvannak azok a játékosok, akik az első körben vállalják azt. Hát igen, itt jön az a része, amikor a kapusokon is nagyon sok múlik, de a rúgójátékosan is. Szokták mondani, hogy büntetőt csak rosszul lehet rúgni. Hát mióta lehet mozogni itt a gólon, azóta a kapusoknak is nagyobb a lehetőség. Igen, és azért egy VB döntőről van szó, egy 120 perces gyilkos mérkőzés után. Így odaállni. Igen, a kapusoknak annyi előnye van még, hogy ők fel vannak készítve ilyenkor általában, hogy melyik játékos hova rúgja. Aztán persze azon nyilván lehet változtatni, de statisztikákat, videókat ilyenkor ellemzik a kapus edzőkkel már napokkal a mérkőzés megelőzően, és ilyenkor tudják azt, hogy akik velük szemben áll, azok többnyire zömében hova rúgják a labdát. Ilyenkor mondjuk ugye Krull egy 11-es ölő hírében állt, és hát láttuk is, ezért Costa Rica ellen ez be is jött, tud segíteni Szilessennek? Tehát ilyenkor még persze elmondják, hogyha tippelik, hogy az argentinoknál kikrúghatják a 11-es, de ilyenkor segít bármi is még? Biztos vagyok benne, hogy tud okosat mondani a társának, de én úgy gondolom, hogy ott a kapus a gólvonalon állva tudja eldönteni tulajdonképpen, hogy akkor melyik sarkot választja, vagy éppen állva marad középen. Hát majd most kiderül, hogy körül utána másik kapus is ugyanolyan nagy 11-es ölő. Hát azért, hogy egyik kapus se, Romero se volt úgy igazán foglalkoztatva az elmúlt 120 percben. Annyira nem voltak belőve, ez igaz, hogy olyan sok dolguk. Nem volt, legalább Tim Kult, nem látjuk majd, mert nem volt túl sport, azért hozzátenném, hogy nem volt túl sportszerű, a kosztarikaiak ellen, amikor ott mindenféle grimaszokat vágott, de ő győzött, tehát célszentesíti az eszközt. Hát most maradt Romero a kalkupán, és a kölyökképű Szilessen a hollandoknál, meglátjuk, hogy ki az, aki a nap hőse lehet ma. A kapusok és a játékvezető, hát meglátjuk, hogy kölyökképű Szilessen mire megy az argentin lövőkkel. De Romero indul nagyobb lendülettel a kapu felé, úgyhogy úgy tűnik, hogy Hollandia kezdi a 11-es lövéseket.
11-esek döntenek tehát arról, hogy melyik csapat mérkőzhet majd Németországgal, Joachim Löw együttesével a VB fináléjában, és melyik csapat küzdhet meg a bronzéremért Brazíliával. Szilessen nincs jó helyen ezek szerint. Azt mutatja a játékvezető, hogy neki hova kell állnia. És akkor kezdődhet a sorozat. Flár. Megfogja Romero. Megfogja az első 11-est az argentin kapus. Borzalmasan rossz büntető volt, de ne vegyük el az érdemet Romérótól. Tudta, hogy merre kell mennie, és ki is védte Flár büntetőjét. Előnyben tehát, előnyösebb helyzetben legalábbis az argentin válogatott. Flár jól focizott, többször dicsértem a belső védőket, de ezek szerint nem volt jó döntés őt első rugónak oda küldeni. Messi! Messi és Szilessen. Hát Szilessen nem csinál olyasmit, mint Krull. Na nézzük, Messi! Belövi! Magabiztos Lionel Messi! Előny Argentinánál! Ugye hát Messi sok mindent nem csinált a mérkőzésen, de hát a klasszis attól klasszis, hogy amikor feladat van, akkor azt megoldja. Hát most Messi így tett. Robben! Belövi! Azaz, amit a klasszisra az imént mondtam, az rá is érvényes. Megvan tehát az egyenlítés holland szempontból, de még mindig Argentina jobb helyzetben. Garay. Ők is oda küldenek egy védőt. És belövi. Bebombázza a léc alá Garay. Az ő lába nem remegett meg. Szilessennek esélyesen volt. Szilessen elment jobbra, a labda pedig óriási erővel. Közben Menczer Tamás hangja, de hát láttuk, amit láttunk. Snyder is kihagyta Flár után a büntetőt. Hát ez egy olyan büntető volt, ami a kapusok kedvence. Körülbelül... Flári is ugyanez volt. A csípő és a kéz közötti távolság, ahol nem kell levetődni, nem kell fölvetődni, csak eldől oldalra tulajdonképpen. Mivel oldalt talált, nem volt nehéz dolga. Nézzük, hogy Messi és Garay után Aguero mit tud. Előny Argentinánál, belövi! Belövi Aguero! Remélem, hogy nincs hiba a közvetítő vonalban. Minden esetre az itt biztos, hogy Argentina a döntő küszöbén van.
Most már nincs hiba, nem tudom, hogy mennyi ideig volt, elnézést kérek. A lényeg az az, hogy Agüero belőtte, 3-1-re vezet Argentína, ha ez kimarad, ha Köjt kihagyja, vége. Köjt belövi, megy tovább. De így is pokoli nehéz helyzetben van a holland válogatott. Ha most Argentína értékesíti ezt a büntetőt, akkor tovább jutott. Szilesszennek valamit ki kellene találnia. Na most Szilesszen is előszed valamit abból, amit Krultól látott, nem jó helyen van a labda. Mindent megpróbál bevetni. Argentína a döntőben! Berúgta Maxi Rodriguez! Argentína tovább jut, és Argentína fog Németországgal játszani a világbajnokság döntőjében, mert most az argentinok voltak magabiztosak, és az argentinok rúgtak be 4-ből 4 büntetőt, pontosan ugyanúgy, ahogyan a hollandok Kosztarika ellen. Argentína jut tehát tovább, kedves nézők, és összességében a 120 perc alapján, illetőleg, hogyha büntető rugásokat tekintjük természetesen, akkor azt kell mondani, hogy megérdemeltem, mert a hollandoktól csak az imént a képen látható úriember, és most is a képen látható játékos, Arjen Robben nyújtotta azt, amit tőle elvárnak. Az argentin csapat összességében kiegyensúlyozottabban, jobban teljesített ma, mint Hollandia. Így tehát Argentína jut a döntőbe. A hollandok nem fogják megszerezni első világbajnoki címüket. Argentinának viszont van arra szansa. Itt Maxi Rodriguez büntetőjének, meg hát persze a másik háromnak köszönhetően, hogy megszerezzék, megnyerjék harmadik világbajnoki aranyukat. Érezte Szilesszen, hogy merre kell mennie, hozzáért a labdához, de Maxi Rodriguez olyan erővel rúgta el, hogy a kapus nem tudott védeni a kezéről, a hálóba került a labda. Öröm és örömkönnyek argentin oldalon. Luis van Gaal csapata a bronzéremért harcolhat majd. És innentől kezdve persze lehet beszélni arról, hogy mi lett volna